költségvetési reformot, radikális változást szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, miután a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának három fő bűne van. Egyrészt a koronavírusra hivatkozva végrehajtott, sok tekintetben kontraproduktív lezárások miatt rendült meg a gazdaság. Másrészt a magyar nemzetgazdaságot megterhelte a kormány által támogatott multinacionális cégek általi harmad Harmadrészt pedig az oroszok ellen évek, évek, óta tartó embargók, majd különféle Orbán Viktor által sem vétózott szankciók is felbecsülhetetlen károkat okoztak. Az idei költségvetéshez tavaly benyújtott 437 ellenzéki módosító javaslatból a nemzeti együttműködés rendszerében egyetlen egyet sem támogattak a kormánypártok. És nem volt ez idén másként sem. A jövő költségvetéshez idén benyújtott 445 módosító javaslatból egyetlen egyet sem támogattak a kormánypártok a szakbizottságokban. A hátralévő utolsó plenáris ülésen ezért bár a mi hazánk mozgalom fenntartása kikéri néhány fő módosító javaslatát, de sok jóra nem számíthatunk. Mindeközben a parlament folyosóján, büfében sorban állva a kormánypárti képviselők, olykor irigykedve mondják, hogy milyen jó nekünk ellenzéki képviselőknek, mert mi még nyújthatunk be módosító javaslatot, hiszen az előbb említett 437 módosító javaslat mindegyikét ellenzéki képviselők nyújtották be, és mi még felszólalhatunk az általunk fontosnak tartott ügyek érdekében, szűke pátriánk védelmében egy-egy fejlesztés szorgalmazza például az év legfontosabb törvénye a költségvetés kapcsán. Nekik azonban, ha ezt a belvárosból épp Rogán Antal, vagy most Kocsis Máté meg nem engedi, ezt meg sem tehetik. Éppen ezért azt gondolom, hogy mégiscsak van eredménye az általunk benyújtott módosító javaslatoknak. Például az ország első nemzetközi repülőtér a Budörsi repülőtér melletti út méltatlan állapotát javasoltam helyrehozni idén a tavaly megszavazott költségvetésben. És bár tavaly leszavazták a módosító javaslatomat, ez a beruházás, ez a felújítás mégis megvalósulhatott. Ezen felbúzdulva mondhatnánk, hogy egyfajta országimázs érdekében is a Ferihegyi repülőtére vezető út felújítását is benyújtott a módosító javaslatként az idei költségvetéshez, és hát nagyobb volumenű javaslatai a Mi Hazánk mozgalomnak, az m 0 körgyűrű több évtizede halogatott befejezése, sőt a v 0 vasúti körgyűrű elkezdése, mert elfogadhatatlan az, hogy Budapesten vezetik át gyakorlatilag, vagy szinte a teljes vasúti teherforgalmat ami a Dunán átmegy, és mindezt tehát Budapest területén. Kezdeményeztük a négyes metró örmezei végállomásánál többszintes P, P parkoló megépítését, és még számos helyi érdekeket szolgáló költségvetési módosító javaslatot nyújtottunk be illetve általánosan nemzetstratégiailag is kiemelkedően fontos, például a zsebszerződésekkel kiárusított magyar termőföldek állami visszavásárlására irányuló kezdeményezésünk, számtalan család támogatási bővítést is szorgalmazunk és benyújtottunk, például a kormány saját ötleteként korábban kitűnően működtetett nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatását is szeretnénk, ha újra indítanák. Ezzel szemben azt látjuk, hogy újabb és újabb leépítések vannak. Az 5000 fő feletti településen megszüntetik például a csokot is költségvetési módosító javaslataink közepette természetesen forrásokra is rámutattunk, hogy mire nem kellene kifizetni, vagy honnan lehetne nagyobb bevételre szertenni. Így például azt a közel 700 millió milliárd forintot, amelyet hozzájárulásként az EU költségvetéséhez javasolnak jövőre is befizetni, azt mi átcsoportosítanánk. A Mi Hazánk Mozgalom szerint ne fizessünk addig tagdíjat, amíg a nekünk jogosan járó támogatásokat nem kapjuk meg. Adjuk például ezt a közel 700 milliárd forintot a pedagógusok béremelésére. Be. Ukrajna magyar pénzügyi támogatása is elfogadhatatlan, hiszen például a március 16-ai kormányhatározat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az Unión keresztül a magyar ellenes ukrárokat, illetve az EU-n keresztül vétó asszisztálásunkkal e, folyik például a lőszer támogatás is. Költségvetési módosító javaslatot nyújtottunk be a nemzeti koronavírus oltóanyaggyár megvalósítására szánt milliárdok e, megvonására, illetve elképesztő az, hogy 1947-es Párizsi békeszerződésből eredő jóvátétel címe még mindig holokauszt kártérítést fizetünk, már úgynevezett második generációs holokauszt kárpotások keretében úgy tűnik, hogy az idők végezetéig próbálják ezt fizettetni velünk, mi azonban a holokauszt támogatások bővítését célzó kormányzati javaslat eltörlésére nyújtottunk be javaslatot. Már-már vállalhatatlanul mérsékelt az a javaslat, amiben pusztán arra kérjük a kormányzatot, hogy ne növelje a holokausz kárpótlások összegét jövőre, miközben például a családtámogatások konkrétan csökkennek. Vagyonadót is szorgalmazunk az oligarchákra, továbbá a kaszinók és a multinacionális cégek fokozottabb megadóztatását. Bár ez a bizonytalanság költségvetése egy azonban biztos a multik támogatása, például a digitális tech óriások a Facebook és a Google továbbra is élvezheti a reklámadó alóli mentesítésüket pedig a vállalatok 90%-a a kis és középvállalati szektorhoz sorolható. A munkaerőpiacon 10-ből 7 állást ezek a kis és középvállalkozások kínálnak. A GDP-nek pedig átlagosan 50%-át teszi ki ez a szegmens. Mégsem kapnak akkora támogatást például egy munkahelyre vetítve, mint a multinacionális cégek. Miközben a kormány állítása szerint olyan költségvetésünk lesz, amely megvédi a Mely garantálja Magyarország biztonságát és megvédi a magyar családokat. Valójában csak dísz szemleméretűek a honvédelmi beszerzések, a családok támogatására pedig 2024-ben 50 milliárd forinttal nyíltan kevesebbet terveznek a 2023. évi keretösszegnél. Ráadásul ez az EU-rekordnak minősülő magyar infláció miatt még annyit sem ér. A magyar infláció tavaly november óta minden hónapban a legnagyobb az Európai Unióban, lényegében mindig 20% felett van. Az EU-ban Észtország követ minket 13%-kal, tehát óriási a kiugrás. Ha egy számjúgyű is lesz az év végére az infláció, ahogy ezt a kormányzati propaganda mondja, akkor is éves szinten, és ez a lényeg, 15-20%-os inflációról kell sajnos beszélni tavaly szeptember óta folyamatosan csökkennek a reálkeresetek. A KSH adatai szerint a munkabér vásárló értéke 7 hónap alatt összesen 48%-kal csökkent. Az élelmiszerárak az EU-ban Magyarországon emelkedtek a legnagyobb mértékben. Matolcsi György szerint a magyar élelmiszeripar hátulról a második legkevésbé versenyképes az EU-ban Bulgária után. A családok támogatására 2024-ben, tehát 50 milliárd forinttal kevesebbet költenek a 2023. évi keretösszegnél, de ebben még nincs benne például az a csökkentés, amit bérlakás építési program indítása helyett látunk, ugyanis csökkennek, a lakástámogatási összeg előinajzatát csökkentik 383 milliárd forintról 181 milliárd forintra, tehát itt még a többszöröse Tulajdonképpen az 50 milliárd forintos családtámogatási összegnek az, amit önmagában a lakások által jó részt szintén a családokat fog sújtani. Oda jutottunk, hogy nagy családosnak lenni nagyobb szegénységi kockázat, mint például nyugdíjasnak. Ezért a mi hazánk mozgalom infláció követő családtámogatási rendszert szolgalmaz, legalább a nyugdíjakhoz hasonlóan, valamint a gyermekneveléshez szükséges cikkek, termékek, világrekord áfájának csökkentését, vagy leginkább eltörlését, illetve a főállású szülőség bevezetését a cigánykérdést is szem előtt tartó garanciákkal, tehát büntetlen előéletet követelnénk meg, iskolai végzettséget, korábbi tartós munkaviszonyt. Maga a György jegybank is egy korábbi kormánypritikámban egyetértve értve kimondta, hogy visszaesés indult 2016-ban, ezért egy demográfia 2.0 kormányprogramot szorgalmazott néhány hónappal ezelőtti válaszában. Ez nem köszön vissza a költségvetésben, sőt, nagyon súlyos megszorításokat látunk, még az inflációtól, ha eltekintünk, akkor is. Ezért nem tartható tovább az, hogy például az MNB kimutatásai szerint a két gyermeket felnevelt nők 15%-kal, a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik. Ezek egyrészt elfogadhatatlan társadalmi igazságtalanságok, másrészt fokozzák a demográfiai, és ezáltal nem csak a nyugdíjrendszerre, hanem az egész társadalombiztosításra, sőt az egész államháztartásra Nehezedő katasztrofális demográfiai helyzetet. A kormány egyik legnagyobb vívmánya volt a három gyermek után járó 99 ezer forintos adókedvezmény, aminek a KSH adatai szerint az összege már fele annyit sem ér az átlagbérhez viszonyítva, mint bevezetésekor. Éppen ezért a kormánynak el kellene fogadnia. A mi hazánk mozgalomnak legalább néhány költségvetésmódosító javaslatát elfogadhatatlan az, hogy a megszorításokat most a családokkal kezdik. És nem, hogy családügyi minisztérium nincs Magyarországon, de a társadalom döntő többsége azt sem tudja, hogy ki Magyarországon a családügyi államtitkár, nincs családpolitikai program. Éppen ezért szeretnénk, hogy az év legfontosabb törvénye a költségvetés kapcsán, a nemzeti együttműködésnek hívott rendszerben legalább néhány módosító, konstruktív módosító javaslatunkat fogadják el. Ez szorgalmazza, indítványozza, sőt, imár követeli a Mi Hazánk mozgalom.